Zoltán vagyok. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, még van egy pár perc, azt megvárjuk, hogy mindenki rá tudjon csatlakozni a webkonferenciára. Még előjáróban annyi, hogy lehet, hogy most első hallásra olyan töménynek fog tűnni az információ. Nem kell megijedni, nem az a célja a mai napnak, hogy mindent megjegyezzetek, inkább a felépítését a rendszernek, hogy hogyan működik, hogyan lesznek új ügyfelek, milyen hasznos funkciói vannak, azt akarom elmondani. Erről nagyon részletes írásos leírást is fogok készíteni, és lesznek majd videók is. Próbálom úgy bemutatni a rendszert, ahogy az értékesítés történni fog, ugyanis a network marketingben, tudom, én is elég régóta foglalkozok vele, vannak bizonyos munkafázisok, vannak bizonyos dolgok, aki nem mindenki szereti, és ha őszintén szívünkre rakjuk a kezünket, a névlistaírás ilyen, vagy már elegünk van belőle, főleg amikor azt mondják, hogy meg kell hívni az ismerősöket, nem beszélve arra, amikor azt mondják, hogy még most már eljön a szponzor, háromszor elmondja az üzleti ajánlatot, negyedjére már neked kell mondani, na, ekkor szoktak rosszul lenni az emberek, és bárki bármit mond, amikor kapunk egy visszautasítást nemet, akkor az rosszul esik. És ez a rendszer, amit itt láttok, ez gyakorlatilag 4 éve indult el a fejlesztés. Valaki a mikrofonját, amit kérnék, hogy vegye le, mert minden behallatszik a számítógépen, és ez 4 éve kezdődött ezzel a fejlesztés, és idén nyáron jutottam el oda, hogy más MLM cégeknek is lehetőséget biztosítva, hogy ki tudják használni a tudását, és ez egy gyakorlatilag egy több hónapos munkafejlesztés eredményeképpen született meg, ami kimondottan a Visionary-ra, a OneGram-ra lett kifejlesztve, és ebben sok célunk van. Hogyan lehet beregisztrálni? Tehát a weboldal neve az coinvisio.networksystem.hu. A jobb felső sarokban van ez a gyakorlatilag, mindjárt itt a videót eltüntetem, hogy ne lássam. Így jobb felső sarokban van egy Network System regisztráció. Pár adatot bekér, vezetéknév, e-mail cím, jelszó, ország, város, születésnap, ezzel mindenki be tud regisztrálni a Network Systembe. Aki még nem tette meg, azt meg tudja tenni. És egyetlen egy cél, itt nincs MLM struktúra, tehát teljesen mindegy, hogy kinek a Network Systemes oldalán regisztráltok be. Egy a cél, hogy utána e-mailbe megkapjátok a saját névre szóló weboldalatokat, ami itt lehet látni, hogy most az én oldalamban, ha ti beregisztráltok, akkor mindenkinek a saját neve és a saját elérhetősége lesz ott. Több részből áll ez a rendszer, amit lehet látni, ez egy publikus felület, van egy belső felület, és én a belső felülettel kezdenék, onnan indulok el, onnan mutatnám be az értékesítés menetét. A belépés, meg kell adni azt az e-mail címet, amivel beregisztráltatok, gyakorlatilag ez lesz a felhasználói nevetek, és a jelszót meg kell adni, és be tudtok lépni a belső felületbe. A belső felület így néz ki. A rendszert próbáltuk olyan dizájnnyal csinálni, hogy nagyon egyszerű legyen a kezelése, tehát egy kellemes legyen ránézve, és aki még nem annyira jártas a informatikában, vagy a számítás technikában, az is tudja kezelni. Annyit elmondok, hogy úgy van a rendszer, ez rátok is vonatkozik, vagy az új jelöltekre, hogy amikor beregisztráltok, 3 napig
ingyen lehet használni. Ebben a háromnapos próbaidőszakban azért bizonyos funkciók korlátozva vannak, és itt egy nagyon kellemes díjtétellel, ez egy ilyen egyedi megállapodás Lacival, hogy éves szinten, aki használni akarja ezt a rendszert, 15.000 forintért megkapjátok, ez szinte a havi szintre lebontva majdnem 1000 forintra jön ki. Mit lehet látni a felső sorba? Ott megjelenik szintén a nevetek, az elérhetőség, a város, a névnap, ez egy hasznos funkció, nagyon sok esetben ember ránéz, és nagyon sok ismerős, hogy a névnap, hogy nem felejtitek el a névnapot. Amúgy a regisztrációnál azért kéri be a rendszer a születésnapot, mert figyeli, mint a Facebook, és amikor bárkinek akár munkatárs érdeklődő születésnapja van, a Visionary nevében, vagy pontosan a Coin Vizio nevében felköszöntőt, a lejárati nap, tehát 365 napig lehet használni, az mutatja, hogy hány nap van hátra, a network system használata, ott pedig a használati díj látszódik. Itt alatta kettő fontos link van, a személyes weboldalad linken, ez lesz a CoinVizio Network System-es weboldal linkje. Aki még nem ismer, nekünk elég sok macskánk van, néha feltűnik egy-kettő webkonferenciák közben. A másik regisztrációs link, az úgy mondom, hogy az MLM regisztrációs link, idén most az origo.hu-t írtam be, de oda majd mindenkinek a saját Visionary regisztrációs linkjét kell beírni, itt mutatom az egérrel, és ez a kis ikon, ez a másol ikon, ez mindig annyit jelent, hogy vágólapra másol, ki lehet másolni akár a network systemes linketeket, vagy a saját MLM-es regisztrációs linketeket, és el lehet küldeni ismerősnek, barátnak. Kezdeném a legfontosabbal, a személyes adatokkal. Tehát amikor beregisztráltok, és persze ez az éles használat nem az első három napra vonatkozik, amikor az éves díj ki lett fizetve, akkor a személyes adatokat lehet szerkeszteni. Itt lehet látni a személyes adatokat, lehet módosítani. Itt a saját MLM-es regisztrációs linketek a legfontosabb, hogy beírjátok. Ugyanis ekkor fog a rendszer minden érdeklődőt hozzátok irányítani, tehát elő a weboldalról, és több helyen ez a regisztrációs link be van építve magába a rendszerbe. Be tudtok állítani saját Facebook címet, Instagram, Twitter és Skype címet, amit használtok fel, lehet tölteni fényképet magatokról, ha nem jó fénykép, akkor lehet törölni. A számlázási adatokat be lehet állítani, ugyanis minden rendszer használati díjról számlát állítok ki, és a két fontos dolog a személyes bemutatkozás, hogy tudtok magatokról YouTube videót feltölteni, és szöveget be tudtok írni, és sikersztoriban is lehet YouTube videót feltölteni, és be tudtok szöveget írni, és az egésznek az a legvégén el kell menteni, ez fontos, hogy ez megtörténjen. A főmenüre mindig a Vangram logóra kattintva hozza vissza a főmenü. Tehát az első feladat a személyes adatok. A network system, csak megmutatom gyorsan, itt lesznek majd különböző útmutatók, leírások, videók, ahol majd a rendszer mindenki egységesen megkapja ezeket a leírásokat, és lehet látni. És most jövünk a legizgalmasabb részre, az üzleti lehetőség ajánlásra. Tehát megkaptátok ezt a weboldalt, nyugodt első kérdés, hogy ez hogyan lesz ebből új ügyfél, hogyan lesznek nekem ebből új munkatársaim. Az másik fontos dolog, hogy ez egy dinamikus weboldal, amit annyit jelent, hogy Laci és a csapat vezetői ezen a weboldalt mindig napra készen tudják tartani, tudnak változtatni akár a kinézetén is, tartalmán is, és mindig új tartalmakat tudnak felhozni. És az értékesítésnél az első, amivel találkozni
fognak az új jelöltek az online térbe, az nem más, mint az elkapó oldala. Itt egyedi fejlesztésben elkészült egy elkapó oldal sablon és szerkesztő. Ez központilag lehet, ezt a Laciék tudják csinálni, de amikor elkészül egy elkapó oldal 5 perc alatt, akkor ezt mindenki megkapja. Tehát ha bárkinek ötlete van, hogy ilyen elkapó oldal, olyan elkapó oldal, ezt Laciéknak lehet jelezni, és ő létre tudják hozni. Most mutatok egyet, vagy egy párat. Tehát itt a belső felületen a megnyitás gombra kattintva meg tudjátok nézni ezt az elkapó oldalt, hogy hogy néz ki. Inkább ezt mutatom meg, ez jobban látszódik. Tehát ez különböző tartalom, rengeteg variáció van, lehet csinálni. Az elkapó oldalnak egy a célja, hogy akár egy fizetett hirdetés, és Facebook poszt, vagy egyéb online jelenlét, nagyon sok lehetőség van. Rámennek erre az elkapó oldalra, vagy ezt landing page-nek is hívják, van egy figyelemfelkeltő szöveg, fénykép alatta, vagy ott lehet videó is, tehát rengeteg variáció van, és itt a legfontosabb, hogy kérem a további információt. Tehát ez általában egy nagyon rövid figyelemkeltő szöveg, fénykép, és amikor rákattint valaki erre a kérem a további információt, fel fog iratkozni a ti hírleveletekre, tehát az a jó hírem, hogy aki megoszt egy Facebook posztot, minden érdeklődőt hozzá irányít, ez a hírlevél feliratkozás, itt a név, keresztnév is kétszer bekérő a rendszer az e-mail címet, és lehet látni, hogy itt vannak a személyes adatok, tehát minden érdeklődőt hozzátok fog irányítani. Ugye, amikor valaki az elkapó oldalon megadja a nevét és e-mail címét, mi fog történni? Ez majd a publikus oldal, amikor bemutatom, akkor fogok erre kitérni. A Facebook poszt itt is lehet akár 20 is, tehát most 5 darab van feltöltve. A Facebook poszt arról szól, hogy az elkapó oldalakhoz, ami létre van hozva, lehet rendelni Facebook posztot, ez mind profi meg van csinálva, és első és a legfontosabb feladat, hogy naponta csináljatok egy megosztást. Tehát a megosztás gombra rákattintva be fog jönni gyakorlatilag a Facebooknak a megosztó panelja szöveggel együtt, felülre akartok, írtok valamit, vagy akartok nem, és annyit, hogy megosztás a Facebookon, egy gombnyomás, és a saját Facebook oldalatokon, de mutatom is, most a saját Facebook oldalamra megyek rá, itt van, megosztódott a Facebook poszt, és ha valaki erre a jövedelem kiegészítésre kattint, visz majd az érdeklődőt a saját névre szóló weboldalatokra fogja rávinni, a publikus oldalra fogja rávinni. Naponta érdemes csinálni ilyen Facebook megosztás egyet, vagy maximum kettőt. Az üzleti lehetőség ajánlásában vannak hírlevelek, webkonferenciák. Itt a hírlevelek, vannak szakember által előre megírt hírlevél sorozat. Gyakorlatilag, amikor valaki megadja a nevét, e-mail címét, a ti nevetekben a rendszer ezt az 5 részből álló hírlevél sorozatot elindítja, automata módon, emberi beavatkozás nélkül. Itt meg tudjátok nyitni, tehát itt a tartalmat el tudjátok olvasni. Amikor kimegy egy hírlevél, sokkal szebb dizájnnyal, funkciókkal meg ki. Itt az a lényeg, hogy lássátok a tartalmát. Ez a küldés gomb pedig azt a célt szolgálja, hogy a saját e-mailetekre is ki tudjátok küldeni. A webkonferenciák, amennyiben a csapatvezetői tartanak egy online képzés webkonferenciát, itt meg fognak jelenni az időpontok, és innen be lehet lépni az adott webkonferenciába. Tehát a jövő csütörtök
oktatás. Pénteken üzleti bemutató, tehát itt a webkonferencia vagy online dolgok fognak megjelenni. És a network marketingben egyik legfontosabb dolognak azt tartottam, hogy ha valaki rámegy a weboldalatokra, Facebook posztra, nézegeti a hírlevelet, kapjatok róla visszajelzést. Mert statisztikai adat kell, és itt vannak adatbázisok. Ez egyik legfontosabb része lesz a rendszernek. A weboldal betartja maximálisan a GDPR-t, az adatvédelmi törvény. Bárki, aki feliratkozik a hírleveletekre, a feliratkozók adatbázisába fog kerülni. Most itt ez ki lettek törölve az adatok, itt voltak próbaadatok. Látszódni fog az illető neve, feliratkozás dátuma, e-mail címe. Az e-mail értesítések nyomon követi a rendszer, hogy az adott illető hanyadik hírlevelet kapta meg. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, és amikor letelik a öt hírlevél, egy dolgot kell tennetek, fel kell venni a kapcsolatot. Tehát igazán az online megkönnyíti a munkánkat, de nem helyettesíti. Tehát az egy őrült nagy tévhit, hogy az online automatikusan megy. Sok mindent meg tud automatikusan csinálni, de az emberi kapcsolat nem maradhat ki. És ez a jobboldali rész, az állapot az arról szól, hogy amikor valaki megnézi egy érdeklődő a hírleveleket, akkor feltétlenül fel kell vele venni a kapcsolatot. Egy-két embernél nem gond, amikor lesz 30-40, jön az, hogy jaj, kivel beszéltem, kivel nem beszéltem, és erre az állapotra rákattintotok, alaphelyzetben piros, ha rákattintva egy zöld pipa jön be, tehát ha valakivel beszéltetek, akkor a neve mellé lehet egy pipát látni, rakni, és ez majd később egy nagyon jó hasznosítható dolog lesz, hogy kivel beszéltetek, kivel nem. A regisztráció, ez a network systemes regisztrációra vonatkozik, tehát nem a vizionárire, ugyanis amikor visszük az érdeklődőt a pozitív döntés felé, azért 3 napig az online rendszert is megnézheti, beletekintett, bővebb információt kaphat a vizionáriről, és lehet látni, erről is adatbázisba eltárolva kaptok visszajelzést, e-mail értesítés kaptok, de itt időrendi sorrendben lesznek járulva azon adatok, hogy ki regisztrált be a network systembe. Ez már aki beregisztrál, ide az nagyon érdekli. És van egy olyan funkció a rendszernek, hogy kapcsolatfelvétel. Ez a publikus oldalon valamikor nézegetik az oldalt, és valaki kérheti azt, hogy engem érdekel a dolog, és kéri benneteket, hogy bizonyos elérhetőségen Skype, WhatsApp, telefon, e-mail, hogy a kapcsolatot vegyétek fel vele, erről is visszajelzést kaptok. Tehát ez a 3 adatbázis, ezt naponta érdemes megnézni. Az információs központ, a MLM-es múltból tudom mondani, hogy ez lesz az a funkció, amit legtöbbet fogjátok használni a csapatvezetői té is. Ugyanis központilag a csapatvezetői tudnak leveleket, aktuális híreket kiküldeni, tudnak szelektálni, hogy partnereknek, tehát azok, akik network systembe beregisztráltak, a feliratkozók, ők pedig azok, akik a hírlevélre feliratkoztak, tudnak kiküldeni levelet. Mondjuk egy példát, most láttam, hogy van egy új versenykiírási tájföldi út, Laciék szépen megfogalmazza, kiküldik az összes partnernek, hogy gyerekek, egy új versenykiírás, az a feltétel, és mindenki megkapja, ha több 1000 partner van, megkapja. A feliratkozóknál például mondok, hogy lesz egy akció, hogy most figyelmet ajánlom a vizionári lehetőségben, van egy akció, és amikor központilag kerül kiküldve egy hír, akkor mindig az adott partner nevébe megy ki a levél. Tehát igaz, hogy a Laciék írják meg azt a levelet, de a te nevedbe küldik ki a te feliratkozóidnak, nagyon korrekt módon, és rákattintva mindenről kapsz e-mailt, de a rendszer eltárolja az e-mailt, eltárolja az e-mail szövegét, és ha még mellékletet küld ki a
Laci egy PDF-et, egy PowerPoint-ot, az is itt megjelenik, és az nagyon jó, hogy időrendi sorrendben lehet látni a kiküldött híreket, nagyon könnyű visszakeresni, ki mit küldött ki, és nincs azt tudjátok, hogy elakad valahol az információ, elfelejtette átadni, elfelejtette megnézni az e-mailt, itt lesznek ezek az információk, és a fizetett hirdetés, ezt nem én csinálom, ez egy külön szakma, és naponta felügyelve vannak a hirdetések, naponta nézve lesznek ezek a dolgok, hogy ez hogy működik, miként működik, és hozzá lesz igazítva, hogy mindig, akinek mondjuk gyengébb a hirdetés, vagy gyengébb a kattintásszám, az mindig hozzá lesz igazítva. Ezt ti honnan fogjátok látni, hogy elindult a hirdetés? Nagyon egyszerűen onnan, hogy a feliratkozókból lehet gyakorlatilag úgymond látni, hogy jönnek a jelentkezők, és naponta bővül a létszám. Ez a belső felület, és most mennék ki a külső felületre, ez a kilépés gombbal jön be. Hogyan találkoznak az emberek a weboldalatokkal? Esetek 80%-ába úgy fognak találkozni, hogy valami elkapó oldalon keresztül fognak találkozni. Egy hirdetés, egy poszttal, de találkozhatnak úgy is, hogy direkt módon magát a weboldal linkjét átkülditek az illetőnek. Én sok esetben így csináltam, ismerős barát átküldtem neki. De vegyük az esetek 80%-át, jön egy érdeklődő, megadta a nevét, e-mail címét a elkapó oldalon, abban a pillanatban, hogy megadta, ti kaptok róla egy e-mailt, hogy Gipszakar feliratkozott a hírleveletekre, eltárolódik az adatbázisába, adatbázisotokba az ő adatai, és az érdeklődő rögtön megkapja az első hírlevelet, a rendszer a ti nevetekben az előre megírt írásos tájékoztató anyagot kiküldi neki. Sőt, akkor viszi rá erre a weboldalra, tehát kap az érdeklődő egy írásos tájékoztató anyagot, és akkor ráviszi erre a weboldalra. A felső részben itt lehet látni a személyes adatot, de azt mondja valaki, hogy na ki ez a Szabó Zoltán vagy, kik vagytok ti, és rákattint a bemutatkozásra, amit előbb mutattam a belső felületen, hogy bemutatkozást lehet írni, lehet YouTube videót felrakni, az így jelenik meg, itt különböző adott funkciókkal, MLMS regisztrációs link, webkonferencia, vagy kapcsolatfelvétel, ikonok vannak itt, tehát ezt itt töltitek ki, most ide csak beírtam ilyen próba adatokat, de ide persze normálisan be kell írni a dolgokat. Ez az értékesítési csatorna, ahogy visszük végig az életőt, tehát először találkozott egy Facebook post, landing page, megadta a nevét, e-mail címét, utána ő kapja az írásos tájékoztatóanyagot, és jön, és elkezd olvasni a weboldalt. Rangos banki elismerések, legjobb start, több mint 1500 cikk, tehát itt ennek a publikus oldalnak egyetlen egy célja van, hogy felkeltsük az érdeklődést, és a hírlevelek is úgy lettek megfogalmazva, hogy adunk tájékoztatást, mert tipikus MLM betegség szokott lenni, amikor mindent az ember nyakába zúdítanak az MLM-esek, akár egy weboldalon. Itt adagolva kell, lépcsőről lépcsőre lehet vinni. Most, hogy mi a tartalom, végig tudjátok nézni, van videó elhelyezve, mi is a Vangram, tehát ezt az elmúlt hónapokban Lacival közösen állítottuk össze a tartalmat, a kinézetet, de az a jó, elnézős, hogy ez egy dinamikus oldal, lesz egy jobb videó, le lehet cserélni. Változtatni kell a szövegen, le lehet cserélni. Valaki azt mondja, hogy ide egy jobb képet tudok, ki lehet cserélni, és az egy újdonság, ezt még Lacival sem beszéltem meg,
ez most készült el, vagy most a, úgy mondom, hogy a héten készül el, hogy mindenhol, ahol fénykép van, akár a kezdő oldalt, ez a nyitókép, vagy ezeken az oldalakon lévő képekhez lehet majd videót rendelni. Tehát ha úgy dönt a csapat, hogy egy fénykép mögé akar egy videót, akkor itt meg fog jelenni a videó ikonja, és el fog indulni egy videó. A nyitólapon pedig egy olyan videót lehet elhelyezni, ami automatikusan elindul, amikor valaki rámegy az oldalra. Tehát a nyitókép lehet egy jó fénykép, vagy lehet egy érzelmekre ható videó, vagy ezt ti döntitek el. Ez szerintem már holnapra, ez egy plusz fejlesztés, amit most csináltunk. Erről majd Laci holnap beszélünk, mert nem. És ugyanúgy majd a képek mögé lehet YouTube videókat helyezni. Jön az érdeklődő, olvassa. Mindig próbálunk olyan tartalmat adni, hogy nincs rázúdítva, de próbáljuk az érdeklődést fenntartani. A csapatunk résznél ide, ha a részletekre kattint, akkor a csapatról úgy, mint egy fénykép album, lehet feltölteni fényképet, szöveget, és fényképeket, sőt, videót is lehet feltölteni. Ez még annyira friss a rendszer, hogy most csak Laciéknak ennyit töltöttek fel, de például feltöltenek egy bármilyen eseményről, akkor itt több, mint egy, úgy mondanám, mint egy album, témakörök szerint, hogy vizionári vezetői, például most tudom, hogy például legközelebb mondjuk a Tájföldi út, és lehet fényképeket feltölteni, és videókat is. Ez mind azt erősíti meg, hogy egy jó csapathoz való tartozás. Tehát, hogy valós a cég, itt vannak a fényképek, jó csapat van, szeretnek ide tartozni. Ez a kis menüpont ikon, erről még nem beszéltem, itt vissza lehet menni a főoldalra, vagy ha főoldalon kattintunk rá, akkor az adott szekciókra gyorsan rá lehet ugrani, nem kell görgetni a például itt van, hogy csapatunk, rákattintok, és már oda visz rá, nem kell görgetni a képernyőt, akciók, itt van a Tájföldi út, akciója, ezt már Laci feltöltötte, sajtó megjelenések, elismerések, részletekre rákattintva, ide is fel lehet tölteni több dolgot, és a sikersztorik. Na, erről szeretnék beszélni, hogy én egyik legfontosabb dolognak tartok a sikersztorikat. Itt már a Laci feltöltött pár mondatot, a sikersztoriba fénykép, szöveg, videót fel lehet tölteni, és minél többet töltötök fel, mindenki megjelenik mindenki oldalán, mindenkinek a saját sikersztoria jelenik meg a főhelyen, és ha mondjuk van 30 sikersztori, akkor gyakorlatilag első helyen például a Laci oldalán, akkor Laci jelenik meg, ha én töltenék, akkor persze én nem töltök el, az enyém jelenne meg, de a többi is látszódni fog, és amikor jön egy érdeklődés, azt látja, itt van 10-20-30 ember, aki megtalálta a számítását ennél a cégnél, nem egy szélhámosság, hanem egy komoly dolog, a bizalmat erősítjük, utána jön egy összegzés, és utána a network systemről egy pár gondolatot mondunk, írunk, hogy gyakorlatilag nagyon sok új jelölt azért fog igen mondani, mert van egy olyan online rendszer, amivel az adott MLM üzletet tudja könnyedén tovább ajánlani. A további információt kéreknél bejön egy nagyon rövid kis leírás erről a rendszerről, tényleg egy rövid, ami ide tartozik, hogy ne essünk túlzásokba. Ez a még többet szeretné tudni a vizionári svangamról, ez megegyezik a hírlevél feliratkozással. Miért van ide is berakva a hírlevél feliratkozás, ha valaki már feliratkozott a elkapó oldalon, ez egy jogos kérdés. A rendszer figyeli, hogy valaki már feliratkozott, tehát nem lehet ötször feliratkozni, de nagyon sok ember direkt módon vagy rátalál a weboldalatokra, vagy ti ajánljátok, tehát úgy kerül rá a weboldalra, hogy nem egy elkapó oldalon keresztül, így
a hírlevél feliratkozási funkciót beraktuk, hogy ő sem maradjon le semmiről, és a kapcsolatfelvétel, ez meg arról szól, hogy valaki azt mondja, hogy hú, nekem tetszik ez a dolog, jaj, de hát nem merem felhívni az adott embert, vagy sok esetben hú, a space-be kerül, de azt mondja, hogy kéne bővebb információ, itt be lehet állítani több dolgot, a telefonos visszahívásnál ott még ilyeneket is be lehet állítani, hogy WhatsApp vagy Viber kapcsolatfelvétel, és eztről kaptok e-mail értesítést, és adatbázisba bekerül. Tehát összefoglalva, ez a rendszer áll ebből a publikus felületből, áll a belső felületből, amivel kezdtem, és a belső felület és a publikus oldalhoz tartozó Facebook posztokból és elkapó oldalakból. Ez Facebook a Google-ra van harmonizálva programozási szinten, és mindenki, amikor beregisztrált és megkapta a névre szóló oldalát, attól kezdve csak azt használjátok. Ha bármi változás van, ezt mindig a csapat vezetői tudják megcsinálni, ha változás van, az központilag mindenki oldalán megjelenik. Tehát ezt egy fényképcsere, vagy egy videó lesz hozzárendelve, ezt mindenki megkapja, és utána bármilyen Facebook posztot csináltok, elkapó oldalt, hozzátok fogja irányítani az érdeklődőket. Egy dolog nem maradhat ki, a munka. Az a munka, hogyha van egy érdeklődő, ne várjátok el, hogy ő automatikusan beregisztrál. Nagyon, de nagyon ritka az olyan, fel kell vele venni az illetővel a kapcsolatot. Tehát ennyi itt tudok mondani most itt első körbe. Ezt a rendszert lehet, hogy most első körbe kicsit így úgy tűnik, hogy bonyolult, de amikor nekijutok és rászántok egy óra hosszát megismerni, azért is adjuk oda 3 napig, hogy nézegessék az emberek, próbálgassák, ide kattint, oda kattint, nem bonyolult a használata, és gyakorlatban ez az online rendszer többször bizonyított. Sok apró nyuansz van, sok apró kis plusz dolog van, amit tud még, most mindenre nem akartam kitérni. Amit itt Lacival beszéltünk, hogy nagyon részletes leírás fogok készíteni, amiben úgy mondom, hogy lépésről lépésre minden be lesz mutatva. Ez a mai videót a Laci megcsinálja, és nem tudom, hogy van, de én ettől függetlenül fogok csinálni nagyon rövid időn belül, de ez nem csak nektek, ez minden megrendelőnek, oktató videókat. Tehát, hogy valaki a videót szereti megnézni, ott is bemutatok mindent, de lesz leírás is róla. Jó, ennyit szerettem volna mondani, ha nincs kérdés, én elköszöntem. Szervusztok, üdvözöllek benneteket!